Udvarhelyen is, akár csak Székelyföld legtöbb városában problémát jelentenek a kóborkutyák. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal az áldatlan állapot enyhítése érdekében létrehozott egy kutyamenhelyet, mely kezdetben viszonylag jól működött, ám látogatási programja nem volt, így nehezen lehetett megnézni a befogott állatokat, arról nem is beszélve, hogy az orfacsaró bűz miatt a legtöbb örökbefogadónak nem volt kedve sokat időzni a II. Rákóczi Ferenc utcai épületben. Az Egyesület ezen szeretne változtatni. Első lépésként online petíciót indítottak, mely az Ebremény Állatvédő Egyesület Facebook oldalán érhető el. Petíció van nekünk a Facebookon és az Ebremény Állatvédő Egyesület Facebook oldalán is, és nagyon sokan meg is osztották. 500 felett jár már az aláírás, még szeretnénk minél több aláírást, úgyhogy tudjunk elindulni, és igenis harcolni azért, hogy lehessen nekünk egy állatmenhelyünk, ne az utcán legyenek a kutyák. Az Egyesület jelenleg az adók 2%-os felajánlásaiból tartja fenn magát, de a Fuss neki adománygyűjtő közösségi futáson is részt vesznek, mely szintén gyarapítja a kasszát. A begyűlt pénzt a befogott gazdátlan állatok ellátására, ivartalanítására költik. Császár Emőke önkéntes elmondta, nagy segítség, hogy a csíkszeredai állatmenhellyel kiépített jó kapcsolatuknak köszönhetően több kutyát sikerült ivartalanítatni, ideiglenesen elhelyezni. Fontos lenne, hogy mindez Székelyudvarhelyen is megtörténjen, fogalmazott az önkéntes. Amit mi szeretnénk elérni, hogy legyen egy menhely a városba, ami látogatható, ahová az emberek úgymond szívesen lemennek, és akár örökbe fogadnak kiskutyát, vagy ha problémájuk van, beviszik. Az ivartalanítást pedig szerintem kötelezővé van ugye téve meg a csippezés. Ezt viszont most állatrendőrséggel, bármivel, valamilyen szinten kéne úgymond büntetni, hogy ne legyen minél több kutya, ugye, mert az a gond háznál megszületnek és kidobják. Császár Emőkétől azt is megtudtuk, hogy a kóborcicák hamarabb gazdára lelnek, mint a kutyák. Jelenleg hattyú és a gyaprókölyök is keresi örökbefogadóját, de van olyan eb is, aki több mint 2 éve ideiglenes befogadónál tölti mindennapjait. Az összes gazdit kereső állat fotója megtalálható az Ebremény Facebook oldalán. A szervezet tagjai az Európai Uniós normáknak megfelelő állatmenhely kialakításán túl szeretnék elérni, hogy lecsökkenjen az állatkínzások száma, és az emberek felelősséget vállaljanak négylábújuk iránt.